Igen, sziasztok! Mihász Márton vagyok, és a MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozom, a Nyelvtechnológiai Osztályon, és erről a weboldalról szeretnék nektek beszélni, illetve arról a technológiáról, amit megértettünk. Először egy kis kitérő a magyar helyesírásról. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan rendszerről van szó, ami nagyon összetett, és emberi felhasználók számára rendkívül nehezen kezelhető. Nagyon sok és bonyolult szabály van, ezek sokszor nem igazán intuitívek, és az egész rendszer nem túl konzisztens. Az egész úgy van kitalálva, hogy a szövegkörnyezet és a szavak jelentésének az értelmezésére építsen, úgyhogy géppel ez eleve elég komoly feladat. És igazából nem mondanám azt, hogy sok köze van a nyelvészethez, de az a szerencsénk, hogy nyelvtechnológiai eszközökkel bizonyos körülhatárolható területei, azok kezelhető. Idén április végén indult ez az oldal, előtte pár évet dolgoztunk rajta, és az volt a célunk, hogy kiválasztunk pár leggyakoribb helyesírási témakört, és azokra adunk olyan online eszközöket, ahol a felhasználók célzott kérdéseket tudnak föltenni, és ott automatikus válaszokat kapnak. Ez a nem 100%, ez azt jelenti, hogy ezt vastag piros betűvel kiírjuk, hogy természetesen, mivel hogy technológiáról van szó, illetve hát nyelvtechnológiáról van szó, ezért nem várható el se teljes pontosság, se teljes fedés a rendszertől. Ez a nyitó oldalunk. Az volt a célunk ezzel a dizájnnal, hogy már eleve irányítsuk a felhasználót arra, hogy válassza ki azt a kérdéskört, amire majd választ szeretne kapni. Hogyha nem tudja pontosan, hogyha nekünk kell eldönteni, hogy ő mit akar kérdezni, akkor soha nem fogunk tudni válaszolni, ezért itt választ. Most egyetlen egy modulról szeretnék beszélni, ami a legbonyolultabb és legérdekesebb talán ilyen szempontból. Ez a különírás egybeírás témakör, ami egyébként a legnagyobb szívás az egész helyesírásban. Itt van ez a példa, a felhasználó szavanként beírja azt a kifejezést, aminek az írására kíváncsi, és megkapja, hogy milyen módokon lehet írni. Ugye, hogyha egy olyan buszvezetőről van szó, aki szokott csuklani, akkor ezt külön kell írni, hogyha egy olyan vezetőről, aki csuklós buszokat vezet, akkor meg így kötőjellel. Hogyha tovább megyünk, akkor látszik, hogy mindegyik alakhoz kaphatunk, hogyha akarunk egy ilyen szöveges magyarázatot is, ami levezeti nekünk a helyesírási szabályokból ezt az alakot. Itt van ez a nagyjából a körvonal az algoritmusnak, menjünk is tovább, lépésenként elmondom. Első lépés, megnézzük egy baromi nagy kivételszótárban benne van-e. Például a fekete rigót külön kell írni, a sárga rigót meg egybe. Ezt, aki ért az ornitológiához, ez biztos meg tudja magyarázni, de tel van ilyen dolgokkal ez az egész. Hogyha nem sikerült megtalálni a kivételszótárba, akkor megyünk tovább, ráküldjük a morfológiánhoz a programunkat. Ez egy olyan véges determinisztikus transducer, ami a szóalakokat felbontja szótövekre és toldalékokra, és mindegyikhez hozzárendel mindenféle információt. Például az első két sorban a csuklósnak két elemzése látható. Látszik, hogy úgy is megkaphatjuk azt, hogy a csuklik igéhez hozzárakjuk ezt az ás-ér képzőt, vagy pedig a csukló főnévhez hozzárakjuk ezt az es képzőt. Következő lépés, van egy nagy lexikonunk, és onnan hozzáadunk mindenféle címkéket ezekhez az input tokenekhez. Ennek a előfeldolgozásnak a végén eláll minden egyes input szóra egy ilyen gazdag jegyvektor, mi ezt ilyen jegy struktúrának hívjuk, mert jegyértékpároknak a halmaza. Következő lépés, egy szabályalapú elemző, ez egy ilyen környezetfüggetlen jegystruktúrás újraíró nyelvtant használó elemző. Igazából formális nyelveket, ha ismeritek a programnyelveket elemzők, azok nem nagyon különbözőek ettől. Amit egy ilyen bottom-up parszerrel hajtunk meg, és az egésznek a kimenete egy különböző fák halmaz, a következő képen látszik, hogy a két írásmódhoz ez a két fa tartozik. A felső fa reprezentálja a csukló buszvezetőt,
látszik, hogy először a busz és a vezető szavakat vontuk össze egy szabállyal, és aztán egy másik lépésben a csuklós szót. Látszik például az, hogy a vezető kapott egy olyan szemantikai tulajdonságot, hogy ez egy foglalkozásnév, illetve hogy itt én három szótagú és mindenféle fogalmaságok. És az utolsó lépés, ezekből a fákból generáljuk a szöveges magyarázatokat. Egyszerűen bejárjuk ezeket a fákat, és a nem terminális csomópontok ugye jelzik azt, hogy milyen lépésekben, milyen szabályok állították össze ezeket a fákat. Ezekhez egy az egyben van egy leképezés mindenféle magyarázat szövegekre, úgyhogy a fal bejárás alapján egy ilyen kis dokumentumot el tudunk állítani. Jó, egy kis szlájd a háttérről, mi szeretjük a Pythont. A Web2Pyt használunk, nem tudom, biztos ismeritek, ez egy ilyen MCV alapú rendszer, általában a Django és a Ruby on Rails inspirálta. A web oldalunk az responsív, ami azt jelenti, hogy nincs külön mobil verzió, hanem elvileg bármekkora képernyőre átméretezi magát. A webszerverünk az Nginx, és ezzel USG-vel használjuk, és egy felhő szerveren van. Még egy utolsó kép arról, hogy eddig hányan jöttek hozzánk. Ez a bő két hónap alatt nagyjából 136 ezer látogatás volt, 600 ezer oldaltöltéssel. És látszik, hogy a legnépszerűbb kérdés az mindig a különírás vagy egybeírás, és utána jön az, hogy a papagája az pontos jel, hogy egyszerű. Köszönöm szépen! És hogyan tesztelitek ezt a rendszert? Van egy nagy teszt adatbázisunk, input-output párok, és akkor azon nézzük, hogy mi a pontosság megfelelés. Lapozgatjátok közben a helyesírás szabályai szót? Igen, a nyelvtan az konkrétan az alapján készült. Papi? Igen. Webservice-eket szeretnénk majd csinálni belőle, meg mobil alkalmazásokat, böngésző plugineket. Hát egy részét a forráskódnak én nagyon szívesen közé tenném, ez nem teljesen az én döntésem, de meglátjuk. De ha már API, akkor ezeknek az adatok a felhasználása, tehát ha építek rá egy webservice-t, akkor ezt itt teljesen kóserül tudom használni? Vagy van ennek valami felhasználási feltétele? Ezt majd megbeszéljük. Van olyan emberi nyelv, amit könnyen át gépnek feldolgozni? Vagy tudok-e magyar nem, de van olyan, amit igen? Köszönöm. Hát szerintem minden nyelvben van nehézség, és nincs különbség. Igazából a magyart azt nehéznek tartják, mert tényleg a morfológiája, tehát a szavak elemzése az nagyon speciális, de van, ahol mondjuk a szórend kezelése nehéz, vagy a, mit tudom én, tehát a mondat szerkezet elállítása. Én azt mondom, hogy nincsen nehezebb vagy könnyebb nyelv. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy a kivétel szótárnak a karbantartása az hogy megy? Így jönnek ilyen ornitológusok, és akkor beírják, hogy azt igazából külön írják ezt a madár nevet, és beküldik e-mailben? Vagy ez hogy van? Igen, hát van egy ilyen felhasználói visszajelző felületünk, Facebookon is megtalálnak minket, gyűjtjük a visszajelzéseket. Ilyesmi nagyjából egyelőre. Igen. Jó kérdés. Hát konkrét számokat. Tessék? A visszajelzések. Illetve én meg kiegészíteném, tehát így szoktátok a Google-al tesztelni? Mert ugye az ember azt csinálja, hogy beírja Google-be, aztán utána vagy lesz valami, vagy nem. Persze. Biztos, hogy nem csinálja, életben nem írod a jó alapú szállt, nyilván, de valami kell.
Az például bennünk is felmerült, hogy ilyen Google Fight-os módszerrel valami bevezessünk, legalább abban a szempontból, hogy rangsoroljuk a találatokat. Tehát, hogyha gyakoribb a Google-ban az egybeért, akkor az előrébb kerüljön. De az volt a tapasztalatunk, hogy pont az nincs meg soha a Google-ban, amire rákeresnek. Tehát a... Igen, mindig ez van. Lehet, nem kell sok hardware hozzá, tehát simán lehet. Mekkora a gépe, a kivételek, mekkora adatbázis? Mekkora? A kivétel adatbázis, meg ilyen. Hát, ez 100 000 nagyságrendű szó a kivétel adatbázis, és olyan pár 100 000 szó van a lexikonban, tehát nem egy magas. Offline applikációról is kivételek, ugye? Igen, hát a szűk keresztmetszet az, hogy vannak ezek a nem általunk fejlesztett komponensek, az morfó jellemző példa, amit az előbb bemutattam, ez C++-ban van, és nyilván meg hát nem nyílt a forráskódja elsősorban. Szó szabja, vagy van-e már valami? Utolsó kérdés. Igen, van egy nyílt forrású morfó jellemző is, például az a Hunmorf, amit említesz. Jobb ez a nem nyílt forrású. Mi megkaptuk szerencsére a készítőtől hát díjmentesen, de hogyha azt nézzük, akkor jobb ez a nyílt forrás verzió. Köszönöm. Köszönöm szépen.